Nem tudom, ti hogy vagytok vele, én sose szerettem, ha valaki a vállamra teszi a kezét. A rossz modor jele. Haló, idegen! Mondta ez a vigyorgó alak. Idejött közénk a földet túrni. Nagyon bárdalatlan megszólítás volt. Mondtam már, hogy nem szeretem a rossz modort, tehát halkan így feleltem. Elsősorban vegye le a vállamról a mocskos patáját, másodszorban jegyezze meg, hogy nem jöttem ide földet túrni, mert nem vagyok giliszta, sem tűnt sündisznó. Ezzel visszafordultam a söntésasztalhoz, a poharam felé, és nem törődtem volna tovább az üggyel. Egyszer azonban arra lettem figyelmes, hogy valaki hátba szúr. Ez már felbosszantott. Az egyiket nyomban keresztül vágtam a söntéspolcon, aztán rázuhantam mennyezetes állvány és 30 mi? Mennyezetes állvány vagy 30 üveggel. A másikat hasba lőttem, de a harmadikat, aki elfutott, csak az utcán értem utol, hogy jogos önvédelemből leterítsen.